magyar költészet napját 1964 óta április 11-én József Attila születésének évfordulóján ünnepeljük. A baracsiak az idén is két eseményt szerveztek az ünnep köré, a már hagyományos versünnepen a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület és a Vendég Nyugdíjas Klubok tagjai, a versmaraton rendezvényén az óvodások, az iskolások és a nyugdíjasok közösen vettek részt. Igazából mi úgy szoktuk, hogy egy-egy író, költőnek a születésé, vagy tehát jubileumához kötődő, az idén Vászi Mihályra esett a választás, mivel 100 évvel ezelőtt született. Ő lesz a mi megemlékezésünk róla. A környékbeli településekről szoktunk hívni mindig, most is ugyanúgy jönnek Venyimről, Rácsalmásról, Mezőfalváról és Dunaújvárosból. Majd 11-én, ha lesz a maraton, versmaraton, nyilván, hogy oda is jövünk, minden évben meg szoktak hívni bennünket, vagyis hát most is bent vagyunk a programok, úgyhogy jövünk. Készülünk egy kis vendéglátással, ami abból tevődik össze, hogy lesz egy kis sütemény, egy kis itóka, és aki verset mond, vagyis felolvassa, mert ugye nem mindenki tudja kívülről elmondani, de aki szerepel, az egy emléklapot és egy szálvirágot fog kapni. Úgy menekül, kapaszkodik, csak az kell, hogy legalább a szívetesség. Fél egyedül, csak karolják, s már eltűri, hogy szíve ne is tessék. Megszelidül a magánytól, s csak annyi kell végül már, hogy megnevessék. Öten jöttünk a klub tagjai közül, Petőfi, József Attila, Radnóti verseket hoztunk. Korunktól fogva nem tudtuk megtanulni, hanem mindenki fel fogja olvasni. Hát örülünk ennek a meghívásnak, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a társklubok, ahogy így meghívjuk egymást, egy összekötő kapocs egy kicsit a közösség életébe is, mert egymáshoz is szívesen, tehát ez oda-vissza szól, hogy megyünk, jövünk egymáshoz, és örömmel veszünk részt az ilyen eseményeken. És úgy gondolom, hogy egy évben egyszer talán ennyi az irodalomból kell, mert egyébként az ember már nagyon keveset olvas, és főleg nem verseket. Nekünk van kapcsolatunk 5-6 klubban, mondhatni most már. Ugye sorolnám itt Nagyvenyém, Dunaújváros, Rácsalmás, Kulcs, Mezőfalvi Nyugdíjas Klub, mivel ott 2 van. Van a Nagykösségi Nyugdíjas Klub, és velük is elég szoros a kapcsolatunk, mivel hogy egy helyiségben is vagyunk alkalmanként. És én azt gondolom, hogy jó a kapcsolatunk, és tehát évente többször is találkozunk, eljárunk egymáshoz név- és születésnapi rendezvényekre, a költészetre, barátságnapi találkozóra, vagy a Dunamenti találkozóra, ami Kulcson van, ahol nagyon-nagyon sok ember ismerhetünk meg, új barátokat, új társakat szerzünk. Mióta készülök, hogy elmondjam neked, szerelmem lejtett csillagrendszerén, egy képen csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lép, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. Hát tulajdonképpen a versszeretetet még az általános iskolai magyar tanárom ültette el benne. Én erre fogékony voltam, és később kaptam még egy impulzust. Egy kedves ismerősem az egyetemi tanulmányait elhanyagolta az irodalom olvasást, versek tanulását. Én akkor úgy átgondoltam az én helyzetemet, hogy én meg milyen sokat tudtam, és hagyom elveszni, és akkor ez így átfordult bennem olyan 35-40 éves koromtáján, aztán újra elkezdtem a verseket megtanulni. Nagyon sok részletet tudtam, de nyilván az nem elég, hanem azt meg kell tanulni akkor a verset elejétől a végéig. Hát ma mondjuk ugye a repertoár, amit tudok, az olyan 100-120 vers között van, tehát azt gondolom, hogy hétköznapi ember számára azért ez már egy picit sok. De szeretem őket. József Attila, Radnóti, Adi,
Arany János. Tehát én a magyar klasszikusokat, de egyébként Vörös Martit tartom a magyar irodalomban egy olyan áttörésnek, aki szerintem nagyon sokat tett a magyar irodalomért, és ott igazából voltak nagy változások, tehát ő egy teljesen új szint hozott a magyar irodalom, és tőle azt hiszem nagyon sokan tanulhattak a későbbiek során. Te tevé engem felve. Te nem ér fel telepei tétolvája. A te terved felé, a teve redelő tavat tavaly távol, de tévednél vélvén, vén híved, neved feledve, elvetemedben vázol. Nem, de vitte teve lelkem hova tovább. Tovább, mivel mercedelbe levet feltekerve, nem vedel veled betelve, a te pedig szenvedelme, a te elmedben legyen, eme neveletben tevetetek, eltemedve. Elvetemedben a tavat teve, leve kivét, kivi leve hevel teve. Ezek a versek tanítanak, de nem csak, hogy mondjam, bennünket tanítanak arra, hogy hogyan viselkedjünk, hogyan éljünk. Egyrészt, másrészt tanítanak arra is, hogy gyerekek, van nekünk egy nagyon szép nyelvünk. Ennek a nyelvnek a szépségét őrizzük és próbáljuk meg továbbadni. Tehát ez a mai fiataloknak is valamennyire kell, hogy legyen egy kis példa, hogy igen, a gyerekemnek tudjak majd ilyen verseket mondani, vagy olvasni, és szeresse is meg a gyerek, adja is tovább, vagy tanulja meg, adja tovább. Tehát ez, hát ahogy ugye mondták is már itt, hogy nyelvében él a nemzet, tehát ez egy fontos dolog, és ha ebben a nyelvben él, tehát a irodalom, főleg a versek nyelvében, akkor talán örök lehet. Sok szeretettel köszöntöm a kedves versbarátokat és a hallgatóságot. A Magyar Költészet napját 1964 óta, április 11-én József Attila születésének évfordulóján ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a magyar líra előtt. Mi Varacson, gondolom olyan 15 éve már, hogy ez hagyomány, én 8 éve szervezem, Újvári Csilla segítségével, persze ebbe bekapcsolódik az iskola összes pedagógusa, az óvoda pedagógusok és a nyugdíjasok, hogy egész nagy körtől elfele a vers kedvelők tábora. Általában 4 órán keresztül folytatódik a versmondás folyamatosan, ugye a neve is versmaraton. Gyalus Éva, Barac. Ropogva telnek a változó évek, suhannak öregedő szárnyon, a feledés és közöny homályába vesznek, a régen még gyönyörűnek látott tettek, álmok. Érzem a csipketerítő ózsdi illatát, látom a váza halvány körvonalát. Hallom a galambok turbékolását, és talán még ott ülök a deszka hintán, mint hajdanán. Ebben az évben a színjátszók nélkül folytatódik a versmondás. Sajnos vezetőjük Újvári Csilla betegsége miatt ők távol maradnak. Az iskola többi tanulója részt vesz rajta. Hét a pöttye számú, ezt nézed, egyet, kettőt, hármat, négyet megtalálod, mind a hetet, s önmagadtól kérdezgeted. Hát ez vajon ki festette, ki volt, aki teremtette? Ki tervezte, ki rajzolta, ki volt, aki kiszámolta? És amire eljutsz hétig, nézed, ahogy száll az égig. A legnépszerűbb verseket, ugye Petőfi Sándor, József Attila, Arany János, Radnóti Miklós, Váci Mihály, őket szoktuk legtöbbször hallani. Mostanában azért sűrűn előfordul már Aranyosi Ervin, a kortárs magyar költők közül őt emelném ki. Gyermekversek, a vidám tavaszi verseket, a szerelmes verseket, és hát az idősebb korosztály már az elmúlással foglalkozó verseket mondják szívesebben. Csupasz utca, csupasz sár, Sári néni kiabál, hallod-e te macska,
Vigyázz számolába, dolábadra, álmosok hiába, hiába, bejobb jött a szobába, szobába. A gyerekek körülbelül 3 hete készülnek a versmaratonra, nagyon szeretnek verselni és verset tanulni, mindig izgalommal állnak az ilyen kihívásoknak elébe. Az óvónénik is élvezik a felkészülést, én azt vettem észre, és szeretjük, amikor mi dajkák is be vagyunk vonva, és velük együtt tanulhatunk ilyen szép verseket. Igyekeztünk olyan verseket választani, amiben állatok vannak, és ezzel is úgymond azt szeretnénk a gyerekeknek tanítani, hogy szeressék az állatokat, figyeljék az állatokat, mert igyekszünk minél állatbarátabb óvodává válni, és ezért ezeket a verseket választottuk a versmaratonra. Óriás kígyó mese. Kinyújtózva nem is fér el, hossza 13 méter, de abból csak 3 látszik, az is mikor vacsorázik. Éppen ezért, mikor nézed, képzelj mögé még 10 métert. A felkészülés az már jóval korábban megkezdődött, körülbelül egy 3-4 héttel ezelőtt, még a tavaszi szünet előtt elkezdtük a felkészítést, hiszen a tavaszi szünet után ugye 8-án jöttünk iskolába, tehát 3 nap kevés lett volna a teljes felkészülésre. A gyerekek megkapták a verseket, és ezt otthon megtanulhatták a szülők segítségével, úgyhogy nagy köszönet nekik is, hogy ilyen szépen felkészítették őket. Illetve volt olyan kisgyerek is, aki az utolsó pillanatban gondolta úgy, hogy ő mégis szeretne verset mondani, és akkor bizony 1-2 nap alatt tanulta meg. Igazából arról tudok beszélni, hogy az én osztályomban hogy történt ez. Fölolvastam a gyerekeknek a kiválasztott verseket, és megkérdeztem, hogy melyik kisgyerek melyiket szeretné mondani, szavalni, melyiket érzi magához közel állónak, és akkor így választottak. Tehát tulajdonképpen az ő választásuk volt a vers. Azért tartom fontosnak, hogy ezen részt vegyünk minden évben, mert egy nagyszerű lehetőség arra, hogy olyan gyerekek is színpadra álljanak, akik egyébként versenyekre nem szoktak eljutni, mert izgulósak, lámpalázuk van, ugye lássuk be, hogy felnőttnek is nehéz beszélni nyilvánosság előtt. Hát kisgyereknél még fokozottabban így van ez, de egy kis trenírozás, egy kis edzés erre. Úgyhogy egyrészt ezért, meg hát ami a legfontosabb hozadéka ennek, hogy egy kicsit a gyerekekkel megszerettessük a szép irodalmat, azon belül ugye a verseket. Alapvetően a gyerekek egyébként nagy fogékonyságot mutatnak a versekre, pont azért, mert a ritmikája, a rímek, azok mind-mind úgy adják magukat, hogy könnyen szavalható, ugye a gyerekversekről beszélünk. Tehát alapvetően nagyon szeretik, óvodából mások versanyagot hoznak magukkal, és aztán az iskolában bővítik az ismereteiket, és közelebb kerül hozzájuk, ezáltal nyílik ki számukra a világ még inkább. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, igen. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.